Papcsenge, Toma Marci itt van. Egy utolsó névsorolvasás. Ha minden jól megy, és csak kétszer kell megállnunk, akkor körülbelül egy olyan egy óra magaslatába fogunk megérkezni. A táborvezetőtől néhány információ, izgatott gyerekek. Első alkalommal megyek a Balatonra, és én nagyon-nagyon izgulok, és nem tudtam aludni. Aggódó szülők, akik jó tanácsokkal látták el a kicsiket. Figyeljenek nagyon egymásra, tehát hogy maguk ne nagyon menjenek sehová, tehát próbáljanak mindig párban közlekedni, illetve átbeszéltük, hogy mit, mikor és hogyan kell tennie, hogy ne legyen probléma. Így indult a szigligeti táborozás 5. alkalommal. Ebben a turnusban a Kodály Zoltán általános iskola tanulói tölthettek el egy hetet a Balatonparti gyerektáborban. És már indultak is a buszok az összesen 110 fővel. A 7 órás út rendben zajlott, a gyerekek jól bírták az utazást. Nagyon-nagyon ügyesen viselkedtek, csendesen. Már amikor érkeztünk Szigliget közelébe, és megláttuk a várat a dombtetőn, akkor kezdtek kiabálni, hogy Szigliget, Szigliget, tehát onnantól kezdve már nagyon zsizsikesek voltak, és hangos volt a busz, de egyébként rendkívül kellemes utunk volt. Mindenki elfoglalta a helyét a táborban, majd elindultak az első úti cél felé, ami a közel 200 méter magasan fekvő óvár volt. Ezzel telt a táborozók első napja. A második napon a sárvári élményfürdőbe látogattak el a gyerekek, ahol számtalan medence és csúszda várta őket. A harmadik napon a keszthelyi festetis kastélyt nézték meg, ott korabeli ruhákba öltözött állatvezetőkkel barangolták be a múzeumot, a végén pedig pezsgős köszöntéssel zárult a program. A negyedik napon az időjárás lehetővé tette, hogy a Balatonparton töltsék az egész napjukat. Este igazi diszkóba táncolhattak. Az 5. napon is a fürdőzésé volt a főszerep, a szigligeti várban várjátékokkal várták őket. Majd hajóval mentek át Badacsonyba jeep túrázni. Hudákné Fábián Nóra táborvezető elmondta, minden terv szerint haladt, minden rendben zajlott. A gyerekeknek a többsége már nem először volt a szigligeti gyermeküdülőben. Én nagyon sokat beszélgettem velük, és az volt a tapasztalatom, hogy nagyon szeretnek ide járni. Nagyon kedvelik a színes, változatos programokat, hogy minden évben tudunk új elemet is beépíteni. A gyerekek jól érezték magukat, és a legtöbbük jövőre is szeretne részt venni a programokon. Jó volt, mert sok jó program van, és itt jól lehet érezni magunkat. Idén még 6 turnus indul a Balatonra, összesen 1000 nyíregyházi gyerek táborozhat Szigligeten.